Most pedig folytassuk a pályabemutatóval. Zsolt elmondja nekünk, hogy hogy is kell végigmenni az új Hungaroringen. Hát itt megérkezünk a célegyenesbe, ahol fölváltunk 7. fokozatig, a végsebesség kb. 310 km per egy nagy erős fékezés, visszaváltunk 2-esbe, majd kigyorsítás, 5-ösig fölvált az autó, és ahogy megérkezünk ide a lassú balosba, itt visszaváltunk 2-esig, majd a kanyar közepétől gázt adva, a jobb kanyart padlógázzal véve megyünk teljesen föl a domb tetejéig, ahol mindjárt meglátjuk az autót. Itt fékezés, visszavált 4-esbe az autó, és itt pedig 3-asba. És utána jön az a sikán kombináció, ahol leváltunk 2-esig megint csak, jól ráz használva a rázóköveket. Itt egy fékezés, 3-as. Itt maradunk 3-asba megint csak. Utána fölvált az autó 6-ig, és a gyors jobbos lett egy pici fékezés, akkor 5-össel veszük ezt a kanyart, majd pedig jön az új kanyar, a 12-es, ahol 2-esig visszaváltok, és itt jön egy megint egy 2-es kanyar, utána jön a célegyenes ráfordító rész, ahol fölvált az autó 3-asig, majd vissza 2-be, és aztán teljes gázzal a kanyar közepétől át a célvonalon.